Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával az Anime & Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve sporttémájú történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Minami Kamakura Koko Joshi Jiten Shabu. A Minami Kamakura Koko Joshi Jiten Shabu műfajt tekintve a sport, a dráma és a kaland kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször manga formájában jelent meg Matsumoto Noriyuki jó voltából, aki 2011 óta immáron 11 kötetet publikált. Ám ezt követően végül 2017. januárja és májusa között összesen 12 rész plusz egy ova formájában megjelent maga az anime is, melynek készítői nem mások voltak, mint a rendező Kudo Susumu, illetve a forgatókönyvíró Tsunayama Kurasumi. Történetünk egy fiatal középiskolás diáklánnyal, Maiharu Hiromival veszi kezdetét, aki frissen költözött el Nagasakiból Kamakurába, hogy megkezdje középiskolás életét. Ám már az első napon is feltűnik neki, hogy a helyiek igencsak kedvelik a kerékpárokat, amellyel minden nap jó maga is jár az új iskolába. Ennek is köszönhetően gyorsan új barátokat és ismertségeket is szerez, nem csak a diákok, hanem az iskolavezetés, avagy a tanárok körében is, melynek köszönhetően saját álmát is fokozatosan elkezdheti megvalósítani, miszerint, hogy egy napon körbejárja az egész világot kedvenc közlekedő eszközén. Azonban az út sok akadállyal is rendelkezik, melyekre az olyan társak is segítik majd, mint a fáradékony úrilány Fuyune, az élesesű Tomoe, a sportos Higa, a cserediáklány Sandy, a tanácsadó Shiki-sensei és a kerékpárboltos Loli Korone, valamint annak szépséges barátnője Nagisa. Összességében nekem tetszett ez a történet, amely jó képi és hangvilága mellett remek karakterekkel, drámákkal és helyszínekkel is rendelkezett. Tetszettek a kerékpárokról szóló ismertetők vezetése, de a sorozat akció és kaland jelenetei is, akárcsak az egyes szituációk tanulságai is. Egyetlen hibaként talán a rövid játékidőt említeném, így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Minami Kamakura Koko Joshi Jiten Shabu egy 10/7-es alkotást lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szarkozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!